A mai nemzedékek, itt Szlovákiában élő, vagy Pozsonban élő ifjabb nemzedékek nem szívesen hallják, hogy ők szlovákiai magyar írók lennének, és az az igazság, hogy én se. Hogy is kezdődött? A gyermek ezen a sámlin állott, ebbe a fali tükörbe bámult, és sírt. S itt bámult bátyja, kezében katonaláda, az ablak mögé akasztott történelembe. Jaj, még megvan a keze, tapinthatná az arcom. Még itt van a házban, melynek csontjai vagyunk, ketten a tükör jelenben, háttal a történelemnek. Aztán elindult, s valószerűtlen lett egyszerre. Valószerűtlen akár egy vázlat. Két karja, hát a feje, görbék, vonalak, pontok egy ismeretlen, készülő táj térképén. Elmondhatom magamról, hogy olyan élet jutott nekem osztályrészül, hogy megéltem egy világháborút, akkor megéltem három forradalmat, 56-ot, 68-at és 89-et, ugye? Ez a három forradalom, ez elképesztő nagy iskola volt a számomra és a mi nemzedékünk számára. Régi papírok közt kotorászva találtam én itt egy ilyen öreg papírt, ez a 60-es évek elejéről, ez fél évszázados. Nézd meg, hogy mi ez. Külvárosi söröző. Azért már egy kicsit azóta más verseket írsz, nem ilyenek. Harmadik árosztály hirdeti a falon egy kiszakított irkalap. A valóságban ez csak annyi, hogy mindenkinek fejében a kalap. Vagy kinek mije van. Köztük az én fedetlen kobakom már nagy dolog. Sandán is néznek rám a sörözők. Tán azt hiszik rólam, hogy nagy zolog. Naívak voltunk, hittünk a dolgokban, hittünk abba, hogy valamit tenni kell, élni akartunk. A mítoszok és Pitagórász lélekvándorlás elmélete adtak nekem, mint egy alapot ahhoz, hogy különböző korokat, különböző figurákon keresztül, különböző személyeken, személyiségeken keresztül éljek meg. És minden ilyenkor egyidejűleg újrakezdés is jelentett a számomra. Medrében a Duna, bennem meg a világ hány torog. Zölden locsannak rám a tavaszi fák. Tavasz van hát megint? Vagy tán csak tavaszabb? Ördög vigye, örüljek, hogy fejemre süt a nap. Fekszem kényelmesen, próbálgatom, mire képes a meldöngető táj, ha pihen egy híve. S ím ezt látom. Hullám hullám után siet, millió fehér virággal tajtékzik a liget. Mulattán maga is fönn a hegyen a vár, löki négy tornyát magasba, négy ujját a betyár. Rám se hederítve teszi dolgát minden. Olyan hely, hol hiányzom, hát egy tenyérnyi sincsen. Az irodalmi alkotás nem befejezhető úgy, ahogy maga a egyéniség is változik, éppen úgy a műalkotás is változik, az szerint, hogy a kor milyen jelentésekkel tölti egyrészt, mert mindenkor másként olvassa ugyanazt a művet, másrészt meg maga az író is lehet önmagának olvasója.